Óriási alvatvértolcsa a nagymányoki Kossuth Lajos utca aszfaltján, ide menekült a nyakon szúrt német juhász, az állatot a saját 60 év körüli gazdája támadta meg, hogy miért nem lehet tudni. Vércseppek jelzik több száz méter hosszan, hogy merre próbált menekülni, a szomszédok szerint mindig nyugodt és barátságos kutya. Szinte az összes szomszéd látta a német juhász haláltusáját. Itt voltak a rendőrök, tehát itt csináltak felvételeket, és ugye a fiatal ember állítólag megszúrta a kutyáját. A férfit jól ismerik a környéken. Az egyik közelben lakó idős szomszéd azt mondja, a támadó rendszeresen verte a saját anyját is. Ezt többször az utcán is lehetett hallani. Az anyját is verte, azt tudom biztosan, mert nem egyszer hallottam a lármát kint, hogy ott mentem föl. Mert hát itt lakik mindjárt a közepén valahol, az utca közepén lakik. A szomszéd, aki észrevette a vértoltocsogó betont, nem mert kamera elé állni. Félt attól, hogy őt is megkéseli a támadó. Rendőröket, állatorvost és állatvédőt hívott a helyszíre, miután látta a rengeteg vért. Ilyen állapotban volt a német juhász, mire az állatvédő odaért. A képet eltorzítottuk, de még így is kivehető a kutya vértől vöröslő bundája. Az orvos érszorító csipesszel próbálta enyhíteni a vérzését. Minden csupa vér volt, az érfogok ott voltak a nyakán. Ott állt mellett az állatorvos, meg a rendőrök, a kedves gazda meg ott csücsült a földön. Az életveszélyesen sérült és rengeteg vért vesztő német juhásszal előbb Bonyhádra siettek állatorvoshoz, ahol összevarták a sebet. Majd Dunaföldváron infúziót és antibiotikumot kapott, de már ez sem segített. Este valamikor akkor szólt a doki, hogy sajnos meghalt a kutya, mert valami... Tehát ő azt mondta, hogy nem csak az volt a baj, hogy nagyon kivérzett, hanem azt, hogy valami központi ideget is nagy valószínűséggel elvágott. A saját kutyáját meggyilkoló férfi ügyében úgy tudjuk már a rendőrség is nyomoz.